Jó évet zárt a megyei iparkamara, idén 100 mestert neveztek ki a megyében, az elmúlt 5 évben pedig 720-ra nőtt az okleveles szakemberek száma. Fejlődő pályán Tiszavasvári 2019-ben 1,2 milliárd forint pályázati támogatást kapott a város, amelyből számos beruházás elkezdődött. Csökken a Tisza szennyezettsége, 1,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a Tiszán úszó hulladék akár 90%-át is el tudják távolítani. Szinte az összes szakmában, az építőipartól kezdve a kereskedelmi területeken át, mindenhol hiány van a jó mesterekből. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Mi korábban a munkahelyteremtés volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara legfontosabb célkitűzése, addig mostanra a szakemberek képzése lett a szervezet legfontosabb feladata. A kamara elnöke szerint jó évet zártak, 2019-ben 100 mestert avattak, és számos rendezvényen segítették a megye vállalkozóit. 12 szakmában 77 mesterlevelet vehettek át a sikeresen vizsgázott szakemberek decemberben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Ezzel együtt idén már 100 mestert neveztek ki a megyében, az elmúlt 5 évben pedig 720-ra nőtt az okleveles szakemberek száma. 2019-ben kitűztünk célokat és feladatokat, és majd, amikor végezzük a számvetést, azt látjuk összességében, amit szeretnénk elérni, többé-kevésbé sikerült. Egyrészt ez jelenti azt, hogy nekünk alapvető érdekünk, hogy lehetőleg, tehát a különböző fórumokon, a különböző testületekben próbáljunk olyan javaslatokat tenni, amely szolgálja az összvállalkozó érdeket. Hisz nekünk, mint kamara, egyik fontos feladatunk az is, hogy a vállalkozóknak a helyzetén, ha úgy tetszik, tudjunk javítani, ami egyrészt jelent megfelelő információt, jelenti azt, hogy a jogszabályoknál tehetsük ki, mi a vállalkozóknak az érdeke, segítsük a piacra jutásukat, segítsük a pályázatokat, adjunk nekik tanácsokat. Ebben a dologban jó kialakult dolgaink vannak, hisz nagyon sok rendezvényt adunk kamarába, amely elsősorban, hogy mondjam azt, hogy főleg a kisvállalkozóknak jelent egy segítséget. A kisvállalkozások számára tartott kamarai eseményeken az adózás és a fogyasztóvédelmi kérdések kerültek elő a legtöbb esetben. Pekú László azt mondta, ezek a rendezvények is hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalkozások egyre jobban teljesítsenek a megyében. Az elmúlt években a megye fejlődött. A megye fejlődés alatt értem azt, hogy értem a lakosságot, és világos értem a vállalkozásokat is, hisz ma már, ha megnézzük a megyei számokat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb vállalkozás árbevétele, eredményessége javul, és nagyon-nagyon pozitív szám az, hogy ma már a megyében nem arról kell beszélgetni, hogy sok a munkanélküli, hanem arról kell beszélgetnünk, hogy lehetőleg a közmunkából is minél többen kerüljenek át a versenyszférába, a piaci területre, és szükség van a munkaerőre. Míg korábban a munkahelyteremtés volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara legfontosabb célkitűzése, addig mostanra a szakember hiány vált a legnagyobb problémává. Van egy fontos területünk, ez a szakképzés. A szakképzés egy olyan terület, ahol látjuk azt, hogy soha nem lettünk elégedettek. Ez a kamara részéről jelent egy feladat, jelent egy munkát, önmagában ez a kamara kevés. Hisz ahhoz, hogy a jövő szempontjából a szakképzésnek a színvonala javuljon, ez mindenképpen arra lenne szükség, hogy mi oda kerül a gyerek a szakmunkás képző intézetbe, akkor legyen egy olyan felkészültsége. Sajnos ma az a tapasztalatunk egyértelműen, hogy a szakképzés mennyisége, minőségű is gond van. Tehát ez egyrészt azt jelenti, hogy több gyerek kellene az egyes szakmákban, másrészt pedig jó lenne, hogy olyan alapokkal menni, és úgy kerülnek ki, ami azt jelenti, hogy kikerülve az életben igenis jól fel vannak készülve. Világos, ezt szolgálja többek között a szakközés a módosítása, a változás is. Bízunk benne, hogy ennek eredményeképpen lesz egy javulás. Önmagában nagyon jó dolog az, hogy lesz az 5 éves technikus képzés. Pekó László hozzátette, nagy kihívás a kamara számára, hogy minél több fiatal kerüljön a szakképzés rendszerébe. Ehhez azonban szerinte szükség van a jó szakmunkás tanulók támogatására. Anyagilag is érdekelté kell tenni őket, hogy a pályán maradjanak, valamint a szakoktatókat is jobban meg kell fizetni. Sikerült fejlődő pályára állítani Tiszavasvárit 2019-ben, így értékelt Szőke Zoltán, a város polgármestere. A járási székhelyen számos beruházás vette kezdetét ebben az évben, a jövőben pedig az úthálózat fejlesztése és a közmunkaprogram hatékonyabbá tétele az önkormányzat legfőbb célja.
Tiszavasvári lendületet kapott 2019-ben, az elmúlt években a járási székhely ugyanis nem fejlődött olyan ütemben, mint ahogy azt az ott élők elvárták volna, mondta Szőke Zoltán, aki 2018. szeptemberében időközi választásokon vette át a város vezetését. Az önkormányzat legfőbb feladata az azóta eltelt időszakban az volt, hogy felzárkóztassa és újra fejlődő pályára állítsa a várost. Ehhez 2019-ben 1,2 milliárd forint pályázati forrás, valamint 340 millió forint egyedi kormányzati támogatását rendelkezésre. Ebben vannak topos pályázatok, ki szeretném emelni a 370 millió forint az Zöld Város Központ kialakítása Tiszavasváriban című projektet. Ebben a találkozások háza kerül felújításra, egy 90 férőhelyes parkoló fog épülni, a városi piacunk újul meg, műfőves focipálya lesz a városnak, ehhez egy kiszolgáló egység, egy vendéglátó egység, öltöző és gazdasági helység fog épülni, és utak, járdák felújítása valósul meg. 180 millió forint értékben iparterületet fogunk kialakítani, és hát amit nagyon-nagyon fontos megemlíteni, a kormánynak a pozitív üzenete, a pozitív elbírálása, 340 millió egyedi kormányzati támogatás jelentett a városnak, ebből 260 millió forintot fordítottunk útfelújításra, 30 millió forintért kettő sportpálya épült Tiszavasváriban, 30 millió forintért kamerarendszert fogunk kiépíteni, ez közel 60 kamerát jelent majd a városnak, és 20 millió forint összegben a központi orvosi rendelőnk újul majd meg. Szőke Zoltán hozzátette, az önkormányzat legfőbb célja, hogy sikeresen pályázzon az újonnan induló kisvárosi programban, amelyel biztos forrást találnak arra, hogy Tiszavasvári elavult úthálózatát és csatornarendszerét felújítsák. Emellett pedig már folyamatban vannak azok az átalakítások, amelyek a közfoglalkoztatottak munkaköreit érintik. A közmunkaprogramunkat szeretnénk hatékonyabbá tenni, bővíteni a zöldséggyümölcs termelést, esetleg faipari munkákat, feladatokat végezni, betonalomgyártást fejleszteni, és hát olyan munkát adni, és olyan állapotokat teremteni a közmunkában, ami igazán értékteremtő majd a jövőre nézve. Van egy hatalmas problémája a településnek, mégis szintén közmunkaprogram keretében szeretnénk ezt megvalósítani, egy gyepmesteri telep, egy állatmenhelynek a létrehozását, hiszen nagyon-nagyon sok kóbor kutya van a városban, de ez nem csak Tiszavasvárit érinti problémaként, hanem a járást is, vagy hát nagyon sok más települést, és ebben járási szinten van összefogást, mi ezt a telepet itt szeretnénk megvalósítani, és ezzel is segíteni, vagy komfortosabbá tenni a körülményeket Tiszavasváriban. A polgármester úgy fogalmazott, az előző vezetés miatt nem csak infrastrukturális lemaradás volt tapasztalható Tiszavasváriban, hanem a város megítélése is csorbát szenvedett, így az elmúlt évben kiemelten fontos volt az is az önkormányzat számára, hogy nyisson a környező települések felé, és újra baráti kapcsolatot alakítsanak ki a járás valamennyi önkormányzatával. Jelentősen csökken a Tisza szennyezettsége egy 1,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. Erről beszélt Áder János Vásárosnaményban még szeptemberben a Felső Tisza vidéki hulladékmentesítési projekt átadásán. A köztársasági elnök akkor azt emelte ki, hogy a Felső Tisza vidékén az elmúlt 15 évben jelentősen megnőtt az Ukrajnából érkező kommunális hulladék mennyisége. A rendszert azóta letesztelték, a beruházásnak köszönhetően pedig már az árvizek idején is be tudnak avatkozni a szakemberek, és akár 90%-os hatékonysággal is meg tudják majd tisztítani a folyót. Egy korábbi üzembemutató esemény keretében Vásárosnaményban a Tisza híd alatt állították fel azokat a szárazföldi és vízigépeket, amelyek a Felső Tiszai hulladékmentesítési projekt részei. Ezen kívül még három másik helyen alakítottak ki kárelhárítási pontot a Tiszán, egyet pedig a Szamoson, ahol az Ukrajnából érkező hulladékot ki lehet emelni a Tiszából. Ettől azt várják, hogy jelentősen csökkenjen a Tisza szennyezettsége az alsóbb szakaszokon is. Egy nagyon komoly kormányhatározat született ezzel kapcsolatban, több mint 1 milliárd forintból egy komoly beruházást valósítottunk meg. Ez azt jelenti, hogy olyan gépeket, berendezéseket, hajókat állítottunk üzembe, amely képes a Tiszán érkező kommunális hulladékot, ami ugye döntően PET-palasz formájában úszóanyagként jelenik meg, leszedni nagy részt a folyóról és ártalmatlanítani. Ehhez kapcsolódóan kiszedőhelyeket létesítettünk, négy helyszínen, hármat a Tisza mentén, egyet pedig a Szamoson, tehát hiszen jöhet a Szamoson is ilyen anyag.
Ezen a tévén az igazgató az irodájából is figyelemmel kísérheti, hogy milyen a vízállás a megfigyelő pontokon, valamint azt is, hogy mennyi szennyeződés érkezik a Tiszán. Jól kivehető ezen a képen, hogy a Rahói állomás kameráján több úszó PET palackot is lehet látni, azonban ekkora mennyiségnél még nem élesítik az elhárító rendszert. A megfigyelő rendszert döntően átalakítottuk, éjjel-nappal látó kamerákat szereltünk fel Kárpátalján 3 helyen, a Tiszán 2 kamerát, a Borzsa folyó mentén egyet, illetve Tiszabecsnél az országhatárnál. Tehát képesek vagyunk észlelni időben az érkező hulladékot, és a hulladék mennyiségétől, az áradás nagyságától, vízhozamtól függően határozzuk meg a beavatkozási helyszínt és a beavatkozási eszközöknek a rendszerét. A négy elhárító egység 48 órán belül képes lesz beavatkozni, melyekkel kezdetben 70, majd később akár 90% körüli hatékonysággal lesz megtisztítható a Felső-Tisza vidékén a folyóvize a felszínen úszó hulladéktól. Közel 1 milliárd forint pályázati forrásból többek között kerékpárút és körforgalom épült 2019-ben Ibrányban, ahol folyamatban van a Tisza parti üdülőövezet fejlesztése, valamint jól halad a zöldváros program kivitelezése is. Az önkormányzat legfőbb terve a jövőt illetően a biogazdálkodásra való áttérés, valamint az otthon és munkahelyteremtés a településen. Egy évvel ezelőtt szomorú időszakon volt túl Ibrány, miután 2018. decemberében elhunyt a város előző polgármestere Berencsi Béla. A tragikus eset után időközi polgármester választást írtak ki. Márciusban pedig a függetlenként induló Trencsényi Imre vette át a város irányítását, amelyet aztán később az októberi választásokon is sikerült megtartania. Ibrány a fejlesztéseket illetően sikeres évet zárt, hiszen közel 1 milliárd forint pályázati forrásnak köszönhetően az úthálózatot és a turizmust is sikerült fejleszteni. Amelyik fejlesztéseken már túl vagyunk és átadásra kerültek, ugye itt említhetem a kerékpárút átadását, illetve a körforgalom átadását. Ezek azok a fejlesztések, amelyeket itt egymással párhuzamosan készültek, egymással összehangolva valósultak meg, és az átadást is egymáshoz kötöttük. Ezek nagyon fontos és nagyon várt beruházások voltak Ibrányban, hiszen sokkal biztonságosabbá tették itt a közlekedést Ibrányon belül is, és az Ibrányon történő átutazást is Tokaj irányába. Fontos és nagyon várt elem még a tiszaparti üdülőterület fejlesztése. A régi úttörőtáborunkat újítjuk fel a megyei turisztikai projekt keretében. Itt egy közösségi szintén kerül kialakításra közel 50 millió forint értékben. A zöldváros projekt és a szociális város rehabilitációs programban megvalósuló fejlesztések, beruházások 2020-ban valósulhatnak meg Ibrányban. A város vezetésének legfőbb célja az, hogy a jövőben is fenntartsa az intézmények stabil és hatékony működését. Önkormányzati bérlakások épülnek annak érdekében, hogy helyben tartsák a fiatalokat, és dolgoznak azon, hogy szemléletváltás történjen a mezőgazdaság és az étkeztetés területén. Kiemelt célként tekintünk még az ökobiogazdálkodás beindítására itt Ibrányban. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink minél egészségesebb étellel táplálkozzanak. Éppen ezért a hagyományos intenzív gazdálkodást szeretnénk egy bio gazdálkodásra átváltani, és ezt a fokozatosság elvét követve persze minél egészségesebb alapanyagokból szeretnénk ellátni mind az iskola konyháját, mind pedig természetesen külső piacra is szeretnénk termelni. Kiemelt feladatként tekintünk az otthonteremtésre, illetve a munkahelyteremtésre. Úgyhogy ezeket a szegmenseket kívánjuk magunk előtt vinni, és minél több munkahelyet teremteni, ezzel összefüggésben pedig minél több lakást teremteni a fiataloknak, és ezzel is növelve, illetve megtartva Ibrány népesség megtartó erejét, hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal érdeklődik a településünk iránt. Ibrány a rendezvényeket illetően is eredményes évet zárt. A városban rendezték meg például a megyei vadásznapot. Nagy sikernek örvendett továbbá a református családi nap, illetve az országos tanoda olimpia is. A 8. még bennmaradás jelentő helyen várja a folytatást a Szuperligában a Nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK 4 győzelem mellett 7 alkalommal szenvedett vereséget. A nyíregyháziak január 18-án a Győr ellen hazai pályán lépnek dobóállásba a tavaszi nyitófordulóban.
A Szuperligába visszatérve a biztos bennmaradást tűzték ki célként a nyíregyházi tekézők, akik Stréjer Tamás személyében egy rutinos játékossal erősítettek erre a szezonra. Fint a Zoltánik jól kezdték a bajnokságot, az őszi idén kétharmadánál úgy tűnt, hogy már a téli szünet előtt sikerül a tervezett pontok többségét begyűjteni, a hajrában azonban becsúszott 3 vereség, így az NTK féltárnál a 8. helyet foglalja el a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. Nagyszerűen indultunk, rögtön idegenben a Győrt sikerült leküzdenünk, és a hazai mérkőzéseink is úgy alakultak rendre, itt gondolok a Kaposvár ellen, az Ajka ellen, hogy diadalmasan hagytuk el a küzdőteret, majd azt követően mentünk Kazincbarcikáról, szintén nyerni tudtunk. Most én nem szólalnám természetesen a 4 kiemelkedő csapatot, a Szegedet, a Répcelakot, egy Zalaegerszeget és egy Fradit, mert ők tényleg más kávéházat képviselnek most ebbe a Szuperligába, de az utáni produkciónk, az utolsó 3 forduló az igazából, ami csalódás volt számunkra. Úgy gondolom, hogy ott tudtuk volna megalapozni a következő fél évre való sikerünket, a biztosabb bennmaradásunkat, és rendre ezek a mérkőzések szálltak el. Rögtön első sorban itt a Szent Gotthárd elleni hazai vereségre gondolok, illetve Szolnokon csupán 6 fával kaptunk ki, azt lehet mondani, egy nyert állásból már. Még a zárófordulóban a kieső előtt Köfém is meglepett bennünket hazai pályán, és ez az utolsó 3 forduló, ez tényleg borzasztó nagy csalódás volt. Jó magamnak is és a játékosainknak is, bár ettől függetlenül még a vonal felett van a csapatunk, mert 8. helyen posztolunk most a téli szünetre nézve, de ha azt nézzük, hogy a Győr, aki az 5. helyen áll, 10 ponttal van végül is a tabellán, 2 ponttal előttünk, akkor mindenképpen látható, hogy borzasztó sűrű ez a középső hátsó alakzat. Finta Zoltán szerint a csapatfát tekintve mindenképpen javulniuk kell hazai pályán a bajnokság második felében. A hazai mérkőzéseken a 3400 fát nem tudjuk elérni. Már volt 3330, 3331, 33, 34, és egyszerűen leragadtunk ezen a ponton, és hiányzik csapatszinten egy 70 fa. Több játékosunk is nincs csúcsformában, nem úgy jönnek a mérkőzések. Nyilván nem vagyunk profi játékosok, abszolút a szívünk visz előre minden egyes mérkőzésen, és sajnos kevesek voltak ezekhez a győzelmekhez, bár úgy gondolom, hogy a görcsösség nyomta rá folyamatosan a bélyegét a játékunkra, és nem sikerült valóban feltenni az ira a pontot egy nagyszerű őszi szereplésre, így megnehezítettünk a saját magunk dolgát, de abszolút nem kilátástan a helyzet, nincs azért még vészhelyzet, tehát ez szó nincs erről, csak nagyon nehéz tavasz elé nézünk, és azt lehet mondani, hogy sok olyan riválisunkhoz látogatunk majd el, akik ellen bármire képesek vagyunk, és nagyon fontos pontokat kell majd elhoznunk, akár Kaposváról, akár Ajkáról, egy Székesfehérvárról, Szent Gotthárdról, és megint csak az, hogy a hazai pályán majd rögtön először fogadjuk majd a Győr csapatát, ami egy kicsit olyan lökést adhat, és féket is adhat a csapatnak, tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de semmiképpen nem kilátástalan. A nyíregyházi tekézők a téli szünetben sem állnak le az edzésekkel, a két ünnep között is gurítanak majd a Tekecsarnokban. Január elején többen is képviselik az NTK-t a szegedi világranglista versenyen, január 18-án pedig a Győr ellen már bajnoki pontokért lépnek dobóállásba Finta Zoltánik a Városi Stadionban. Most pedig iradunk végén, jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. Szinte az összes szakmában, az építőipartól kezdve, a kereskedelmi területeken át mindenhol hiány van a jó mesterekből. Nagy kihívás továbbá a kamara számára, hogy minél több fiatal kerüljön a szakképzés rendszerébe. Ehhez azonban szükség van a jó szakmunkás tanulók támogatására, anyagilag is érdekelté kell tenni őket, hogy a pályán maradjanak, valamint a szakoktatókat is jobban kell megfizetni. 1,2 milliárd forint pályázat és további 340 millió forint egyedi kormányzati támogatásból számos beruházás vette kezdetét Tiszavasváriban 2019-ben. Szőke Zoltán polgármester elmondta, a város az utóbbi időben nem fejlődött, így a jelenlegi városvezetésnek most rengeteg feladata van arra vonatkozóan, hogy behozza a lemaradást. Az önkormányzat szeretne sikeresen pályázni a jövő évben induló kisvárosi programban, és dolgozik a közmunkaprogram hatékonyabb átételén is. Jelentősen csökken a Tisza szennyezettsége egy 1,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. Ennek keretében 4 elhárító egység 48 órán belül képes lesz beavatkozni, amelyeknek köszönhetően kezdetben 70, majd később akár 90% körüli hatékossággal lesz megtisztítható a felső Tisza vidékén a folyóvize a felszínen úszó hulladéktól.
Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 26-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, áldott karácsonyt!